kézi csipogókat használunk, és ezen látjuk a termékeknek a lokációs helyét, majd oda megyünk a lokációs helyhez, ezt beszkenneljük, majd pedig a terméket, és akkor itt látjuk a felületen, hogy kipipálta. Ez jelenti azt, hogy megvan, amire szükségünk van, és így nem kerül tovább a csomagolásra. Javában túl vagyunk a fekete péntek sokadik hullámán, úgy tűnik a vásárlásokon belül a korábbi várakozásoknál is nagyobb lesz az internetes vásárlások részaránya. A raktárunk teljesen tele, nagyjából 95%-osan jelenleg, ez december 23-ára látványosan kevesebb lesz az árukészlet, ugye ezek szezonális áruk, és karácsonyi szezon végére ezek el fognak fogyni. Mindenképpen több a beérkező áru, ugye napi szinten érkezik a beszállítások, több is egy nap, tehát itt beszélhetünk akár 10-ről egy nap, ezt átlagosan egy munkanapon belül kezeljük és tároljuk. A raktárunkban káosz raktározási elv alapján raktározunk, úgyhogy az egész raktár területén vegyesen találhatók a termékek, van nagyjából A-tól Z-ig minden, amit csak el tudunk képzelni. Ezen a soron túlnyomó többségében vegyi áruk találhatók, mosószer, öblítő, hasonló termékek, de mint mondtam, káosz elv alapján raktározunk, szóval bármit tárolhatunk bárhol igazából. Korábban 20 milliárd forint körüli összeggel számoltak a fekete pénteki akciósorozatra, de könnyen lehet, hogy a végleges összesítéskor ennél sokkal nagyobb számot kapnak majd. A Black Friday a legkiemelkedőbb időszak a cégünknél. Ez nagyban meghatározza az egész évet. Igazából lehet azt mondani, hogy egész évben szinte erre készülünk, és hát mint mondtam, ez a legmeghatározóbb pontja az évünknek, a Black Friday, ez a két hét. Azok a cégek, amelyek már jelezték, hogy milyen volt a tavalyi fekete péntek sorozathoz képest a bővülés, két számjegyű növekedési mutatókról számolt be a televíziónknak egy webshop munkatársa. Igazából ebben az időszakban, ahogy elkezdődik a Black Friday egészen az év végéig, tehát december 23-ig, több műszakban dolgozunk, hétvégén is, hogy minden vevőnk időben megkapja a megrendeléseit. Az internetes kereskedelem Magyarországon a hibákkal együtt összességében biztonságos. Kiemelte, hogy az ilyen vásárlásoknál 14 napos indoklás nélküli elállási joga van a vevőnek, és vannak olyan áruházak is, amelyek önként hosszabb elállási időt kínálnak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jogsértő webáruházakat feltünteti a fogyasztóvédelem.kormány.hu weboldalon.